A tragikus eset 2015. június 1-én történt a határmenti településen. A vádirat szerint az akkor 22 éves vádlott ittas állapotban sétált a község egyik utcájában, amikor a vele szemben gyalogló középkorú férfit minden indoklás nélkül ellökte, majd a földön fekvő sértettet fejbe rúgta. A koponya sérülést szenvedett férfi még fel tudott állni és segítséget kért, kórházba vitték, de ott június 10-én életét vesztette. A bírósági tárgyaláson az ügyész elmondta, az alkoholtól agresszívan viselkedő vádlott aznap egy másik férfit is ugyanúgy megtámadott, de ő kisebb sérülésekkel megúszta a találkozást. Indítványozom, hogy a tisztelt törvényszék mondja ki bűnösnek a vádlottat egy rendbeli halált okozó testi sértés büntetében és egy rendbeli súlyos testi sértés büntetének a kísérletében. A vádlottal szemben halmozati büntetésű börtönbüntetés szabja ki, ebben számítsa be a végrehajtásába az előzetes fogvatartásba töltött időt, és állapítsa meg, hogy 2/3 rész kitöltése után feltételes szabadságra bocsátható. Mivel arra nem méltó, ezzel a vádlottat tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és kötelezze őt az eddig felmerült bűnügyi költségek viselésére. A sértett jogi képviselője perbeszédében elmondta, a férfi a bűncselekmény napján éppen kapált a kertben, megszomjazott és a helyi presszóba akart betérni egy korsó sörért. Ekkor botlott bele a lobbanékony, indulatos természetű vádlottba, aki minden előzmény nélkül megtámadta őt. A vádlott az általa elkövetett bűncselekményt csak idézőjelben balhéként emlegette a vizsgálat során, ami önmagában arra utal, hogy cselekménye súlyát akkor sem, és azóta sem tudta értékelni magában. Csak hogy a jelen esetben a vádlott balhéja egy családapa életét követelte. A vádlott védője azt hangsúlyozta, a védence beismerő vallomást tett és megbánta tettét. Az ügyvéd szerint együtt kell érezni a sértett hozzátartozóival, de a másik oldalon a vádlott életét is nagyban befolyásolták a történtek. Mégpedig a vonatkozásban, hogy talán megtanulta, illetve a történések megtanították a vádlottat arra, hogy a döntéseinek, illetve a tetteinek a következményeit, illetve az ezért való felelősséget vállalni kell. És ami történt, azt nem lehet meg nem történtté tenni. Az utolsó szó jogán a vádlott is megszólalt a bíróságon. Nagyon sajnálom, tisztelt bíróság, és még egyszer bocsánatot szeretnék kérni hozzátartozóktól. Már pár napot. Ez nem igaz, hogy nem sajnálom, tudom, hogy mit követtem, mert nagyon megbántam, hogy sajnálom. Próbáltam bocsánatot is kérni, nem fogadták el. A büntetőperben április 24-én hirdet ítéletet a nyíregyházi törvényszék.